Sziasztok! 15 évesen kezdtem elősejt kutatással foglalkozni. Embrionális és indukált pluripotens ősejtekből próbáltam létrehozni érszerű vázat. Azóta felvettek a University College London sejtbiológia szakára, és éppen tegnap adtam le a mitokondria és tudozom a betegségekről szóló disszertáció tervemet. Számomra a sejtbiológiai témák, az őssejtek, fejlődésbiológia, mitokondria, ezek mind végtelen izgalmasak, azonban, hogy megjutassalak titeket, ma nem erről fogok beszélni. Egyszerűbb lenne. Arról szeretnék beszélni. Hogyha nem kezdtem volna a gimnáziumát kutatni, akkor talán nem Európa negyedik legjobb egyetemén tanulnék, és valószínűleg nem tarthatnám meg itt most nektek az első TED beszédemet. Többen kérdezték tőlem, hogy hogyan jön meg a kedve egy kislánynak az ősejtkutatáshoz. Már egészen kicsikorom óta érdekelt a természet, a növények, az állatok és az ég. 6 évesen kaptam az első csillagokról és bolyókról szóló könyveket, és lenyűgözött a világűr végtelensége, kíváncsi voltam, milyen erők mozgatják a távoli bolygókat. 7 évesen kaptam a távcsövem, amivel végre a közelebbi bolygókat csodálhattam. Ha olvastátok Gerard Dalal, Családom és egyéb állatfajták című könyvét, akkor biztos előttetek van a kisfiú Jerry, aki minden napját furcsább-nem furcsább állatok megfigyelésével töltötte. Na, én is ilyen kisgyerek voltam, csak én a csillagászati könyveket bújtam. 9 éves voltam, amikor édesapám leukémiában meghalt, akkor figyelmem a távoli bolyókban lezajló események helyett a körülöttünk zajló problémákra irányult. Elhatároztam, hogy segíteni szeretnék a beteg embereken. De kérdezhetitek tőlem, hogy miért érdemes kutatni, illetve versenyekre járni a gimnázium mellett. Számomra a kutatás elsősorban a saját út megtalálását jelentette, a kockázat nélküli tapasztalatszerzést. Gimnazistaként még nem kellett hatalmas elvárásoknak megfelelni a laborban, megtanultam felelősséget vállalni a munkámért, beállítást adott az akadémia világába, illetve életre szóló barátságot tettem szert mentorommal. De nyertem mást is. Az egyik kémia diákolimpikon azt mesélte nekem, hogy sokakat azt tart vissza a versenyzéstől, hogy én úgysem tudok érmet szerezni. Ha érmet nem is, barátokat mindenképpen tudtok szerezni. Nekem is megvannak a gimis versenyek óta szerzett barátaim. A harmadik előny, hogy jobban koncentrálunk az órákon, hiszen meg kell tanulnunk beosztani az időnket a kutatás, a tanulás és a sport mellett. Emellett a versenyek és a kutatás izgalmai, élményei olyan emlékeket adnak, amiket örömmel viszünk magunkat tovább az egyetemre. A negyedik a kitartás és a céltudatosság. Az egyetemistaként sokszor felmerül az emberben az a kérdés, hogy tényleg jó ötlet volt ezt a szakot választani, illetve hogy vajon miért is tanulom ezt a tárgyat. Bennem is felmerülnek néha ezek a kérdések. Dolgoznom kell az egyetem mellett, hogy kifizessem a londoni lakbért, saját magamról kell gondoskodnom még a vizsgai időszakban is, és a családomra is ritkán jut időm. Néha arra gondolok, hogy egyszerűbb lett volna otthon maradni. Ilyenkor szoktam a kutatás izgalmaira gondolni, illetve arra, hogy gimnázium óta kutató szeretnék lenni, és ez motivál abban, hogy kihúzzam saját magam a hullámvölgyből, és folytassam. Azonban a saját lelkesedésem nem lett volna elég ahhoz, hogy versenyekre induljak, és voltak olyan pillanatok, amikor támogatás és megerősítés nélkül nem folytathattam volna a saját utam megtalálásához vezető, igazán göröngyös és megpróbáltató utat. Visszatekintve ezekre az évekre azt is látom, egy fantasztikus emberekből álló háló segített. Az első, akit meg kell említenem, a fantasztikus biológia tanárnőm, dr. Jánosné dr. Solt Anna. Kilencedikesen beviharzott az első biológia órára a fantasztikus biológia tanárnőm, és azonnal sorolni kezdte a különböző bioszos programokat, versenyeket, nyílt napokat. Véleményem szerint sok okos diáknak nincs elég önbizalma ahhoz, hogy versenyekre induljon, mint hogy nekem sem volt, és a tanárnő bíztatott a jelentkezésre. Ha rajtam múlt volna, akkor én nyugalomban elkutatgattam volna a laborban, és álmodni sem mertem volna arról, hogy egy pár év múlva Amerikában fogok kutatóknak és orvosoknak beszélni a projektemről.
De mégis, hogyan volt ide a biológia tanárnőmnek az összes diákját minden versenyre elkísérni, mentorálni és engem támogatni a kutatásban? Tudom, hogy mennyire túlterheltek a tanárok, és számomra az egyik legtiszteletreméltőbb a pedagógus hivatás, és felnézek a volt tanáraimra. A tanárnőm kutatónő volt, és boldoggá teszi az, hogy megismerthette velem a kutatás élményét. Sok tanár a leadott sok óra után még magándiákokat is tanít. A biológia tanárnőmnek a különböző bioszos programok, terepgyakorlatok szervezése, diákok mentorálása, versenyekre felkészítése, az ellenszer a kiégés elkerülésére. De van egy nagy kérésem a diáktársaim nevében. Kedves tanárok, ne riogassátok már 9-ben azzal a diákokat, hogy nyakunkon az érettségi. Véleményem szerint sokakat azt tart vissza a versenyzéstől és a kutatástól, hogy nem jut idő felkészülni az érettségire. Ha ezt elhisszük, tényleg nem merünk mással foglalkozni. A saját példámból tudom, hogy ez nem így van. Akit érdekel a kutatás és a versenyzés, az tudja úgy alakítani az idejét, hogy maradjon idő a tanulásra is. Az érettségi riogatás helyett lehetne inkább a diákok pálya és szakválasztásával foglalkozni. Kérlek titeket, tanárokat, hogy menjetek oda a diákokhoz, beszélgessetek velük, tudjátok meg a céljaikat, ötleteiket, álmaikat. Higgyétek el, hogy ez számunkra mindennél fontosabb. Ha nektek, tanároknak sikerül valami olyat mutatni a diákoknak az iskolán kívül, ami érdekes, akkor az tényleg hat. A biológia tanárnő mellett hálás vagyok mentoraimnak, dr. Garáditnek és dr. Földes Gábornak, akik befogadtak az ősejtlaborba. A kutatók éjszakán ismerkedtem meg a Városmérdi Szív- és Sérsebészeti Klinika ősejtlaboratóriával, és így kerültem hozzájuk. Annak ellenére, hogy 15 évesen még sejtbiológiát sem tanultam, soha az életemben nem fogtam pipettát a kezemben, és az ősejtekről se tudtam sokat, mégis befogadtak. Hittek bennem, és lehetőséget adtak arra, hogy tapasztalatot szerezhessek. Képzeljétek el, mennyivel egyszerűbb lenne a gimiseknek kibontakozni, hogyha sok egyetemista, PhD hallgató, friss diplomás tartaná a kapcsolatot a volt gimnazista tanáraival. Ha van egy gimnazista, akit érdekel egy szakterület, akkor a tanárok és a volt diákok lehetőségével, segítségével lehetőséget kapna arra, hogy tapasztalatot szerezhessen. Biztos vagyok benne, hogy ez a több gimnáziumban is működik, és úgy tudom, hogy a kémia és biológia diákolimpikonokat egyetemisták is készítik fel a versenyekre. Bízom benne, hogyha jobban elterjedne ez a szokás, akkor több lelkes, tehetséges gimnazista kerülne be az egyetemekre, és maradna benne egy szakom. Végül talán a legfontosabb segítőkéz az utam során édesanyám és a családom voltak, és ezúttal a szülőkhöz szeretné szólni. Higgyétek el, nekem is kicsit nehéz erről beszélni, hiszen édesanyám is itt ül a nézők között. Azonban tényleg fontosnak tartom a szülő támogatását a gyermeke tehetségének kibontakozásában. Édesanyám mindig is azt szerette volna, hogy sikeresek legyünk a testvéreimmel. Azonban tehetséges gyerek szülőinek lenni se könnyű. Eleinte aggódott amiatt, hogy a késői laborozások, gimnázium, sport hogyan fog beleférni az időmbe, és természetes szülői felelősségérzetből adódóan féltett. Azonban, ahogy egyre több versenyre indultam, ez az aggodalom átváltott lelkesedésbe, mivel édesanyám látta rajtam, hogy élvezem azt, amit csinálok, és szerinte is a kitartás és az elhivatottság a sikeres karrier kulcsa. Még abban is támogatott, hogy válasszam a kevésbé kijárt utat, és az orvosi helyett sejtbiológusnak megyek tanulni Angliába. Együtt örült velem, amikor feladtak a UCL-re. Azonban, amikor segített kiköltözni Londonba, hazafelé eluralkodott rajta a kétségbeesés, és sírt, hogy a 19 éves lányát egyedül hagyja egy 10 milliós fővárosban. Az adott neki megnyugvást, hogy bízott bennem, és tudta, hogy jó úton vagyok. Most itt állok előttetek, 21 évesen, és azt tudom mondani, megérte. Megérte a sok laborban töltött délután és versenyzéssel töltött napot. Ezek az élmények mind hozzájárultak a személyes fejlődésemhez és az a saját utam megtalálásához, és ezek motiválnak abban, hogy folytassam az egyetemet.
Ez természetesen nem jött létre volna, hogyha nem lettek volna mellettem azok a felnőttek, akik mindvégig támogattak. Azt szeretném javasolni, hogy anyukámhoz hasonlóan foglalkozzatok a gyermeketek saját jövőjével kapcsolatos terveivel, ne csak az iskolai eredményeivel és a szülő által elképzett pályával. Ha van egy gimnazista, akit érdekel egy szakterület, amiről lelkesen mesél a vacsoraasztalnál, amiért hajlandó önszántan a saját szabadidejét feláldozni, akkor támogassátok és bátorítsátok. Nekem a pályaválasztás az iskola keretein túl kezdődött, és ott voltak azok a felnőttek, akik támogattak a saját utam megtalálásában. Minden sokrétű érdeklődéssel rendelkező gimnazistának azt szeretném mondani, legyetek bátrak, és menjetek az iskolán kívül megpróbálni megtalálni olyan feladatokat, munkát, ami igazán érdekel titeket. Ha kutatni szeretnétek, ne féljetek bekopogtatni a professzorok ajtaján. Ne tartson vissza titeket az a tévhit, hogy az gimnázium évek csak az érettségiről szólnak. Az az alap, és az érdeklődésetek az építmény. A gimnáziumi órák nem mindig alkalmasak arra, hogy jobban megismerkedjünk egy szakterülettel. Az érdeklődésetek megtalálása, kitapasztalása a gimnázium évek alatt olyan erős, biztos gyökerei lesznek az életutatok fájának, ami táplálja a lelkesedéseteket és ellenáll az egyetemi megpróbáltatásoknak. Ezeknek köszönhetően az ágak akár a csillagok ígérhetnek.